csináltam. Tovább nőtt a Széchenyi István Egyetem népszerűsége, legalábbis a keresztfél éves képzések számai ezt tükrözik. Az előző évhez képest 20%-kal emelkedett azoknak a száma, akik a mester és távoktatási szakokon kezdik tanulmányaikat. Ez szám szerint 244 hallgatót jelent. Tavalyi évhez képest mind az első helyes, mind az összes jelentkezés szempontjából egy jelentős növekedés volt, tehát a tavalyi hasonló keresztféléves eljáráshoz képest az intézményünkben. Ez a felvettek számában is megmutatkozik, hiszen intézményi szinten 20%-kal nőtt a felvett hallgatóinknak a száma. Ez a gazdaságtudományok képzési területen 33%-ot jelentett, a műszaki képzési területen pedig közel 15%-ot. A keresztféléves képzés azért jelentős, mert egyre több a 7 féléves alapképzés, így aki a mesterképzésen folytatná a tanulmányait, fél évet csúszna, ha nem kezdhetné el februárban. A mesterszakok között továbbra is a járműiparhoz kapcsolódóak a legkeresettebbek. A műszaki képzési területen egy nagyon fontos hívószó, főleg itt Győrben a járműipar és a járműiparhoz kapcsolódó mesterképzési szakok azok, amelyek nagyon keresettek, illetve egy nagyon fontos hívószó a logisztika. A logisztika területén is nagyon sok jelentkezőnk és érdeklődőnk van. A közgazdasági területen ott sokkal inkább a kicsit talán általánosabbnak mondható vezetés és szervezés, marketing. A mesterképzés mellett alapszakokat is hirdetett a Széchenyi Egyetem, így közlekedésmérnöki és műszaki menedzser szakon távoktatásban e-learning rendszerben juthatnak tudáshoz a felvett Széchenyi-s hallgatók.